70 éves évfordulóját ünnepelte az AFG. A megnyitón stábunk is részt vett. Fennállásának 70 éves évfordulóját ünnepelte az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum. A jubileumi évforduló ünneplése egy egész heti programsorozat keretein belül valósult meg, amit egy megnyitóval indítottak. Tóth Gabriella, az intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, egykori és jelenlegi kollégákat, diákjainkat, intézményvezetőket, előjárainkat, mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket, iskolánk fennállásának 70. évfordulója alkalmában rendezett jubileumi ünnepségünkön. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem intézményünk jelenlegi fenntartóit, dr. Lipcse Imrét, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatóját, és Antal Imre atyát Kistelekváros plébánosát. Külön köszöntöm Nagy Sándor urat, Kistelekváros polgármesterét, Domonics János alpolgármester urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, Süliné dr. Perecskei Erzsébet jegyzőnő, és dr. Szalai Gabriellát, a Csongrád-Csongrád vármegyei kormányhivatal kisteleki járási hivatalának vezetőjét. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szatmár Imre tűzoltó dandártábornok urat, a Csongrád-Csongrád vármegyei katasztrófavédelmi magatartóság igazgatóját, Szalai Zoltán Szabolcs rendőrölezredes urat, a kisteleki rendőrkapitányság vezetőjét, Ott Józsefet Kistelekváros korábbi polgármesterét, Ottéger Annát intézményünk korábbi igazgatónőjét, és Tobiás Klára szobrász tűzzománc művész helyett lányát képviseletében alanyát. Köszöntöm még sok szeretettel a kisteleki oktatási, nevelési és szociális intézmények vezetőit, munkatársait, a Szegek IF intézményének igazgatóit, vezetőit, munkatársait, sok kedves régen látott arcot, volt tanárokat és diákokat. Nagy öröm számunkra, hogy eljöttek közénk erre a jeles napra, ünnepelni jöttünk ma, hiszen 70 éves a kisteleki középiskola. Nagyon különleges év a 2023-as a kisteleki középiskola életében, hiszen tele van jelentős évfordulókkal. 70 évvel ezelőtt, 1953-ban egyetlen osztállyal kezdte meg működését az Állami Általános Gimnázium Kisteleken. Az alapítás után 10 évvel, 1963-ban megépült a gimnázium jelenleg is használt épülete. 1973 óta viseli az iskola a honfoglaló vezér Árpád fejedelem nevét, és a legújabb fordulópont 10 évvel ezelőtt történt, 2013. szeptember 1-én, amikor a katolikus egyházi fenntartásba vétellel új lehetőségek, új távlatok nyíltak meg az iskola életében. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt az eseménydús 70 évet egy jubileumi heti programsorozattal ünnepeljük meg, amelynek részleteit már korábban eljuttattuk önökhöz. A mai ünnepségünk a nyitónap, ezzel veszi kezdetét az az eseménysorozat, amelynek többi tagjára is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a héten. Majd Antal Imre plébános folytatta. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, mi jobb iskolát ünnepelni, vagy iskolába járni. Hát, ezt döntsék el a diákok, de jó megállni, jó visszatekinteni, jó ünnepelni. 70 esztendő egy intézmény életében mondhatni, hogy sok is és kevés is. Hogyha most az iskola bezárását ünnepelnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy hát kevés ideig működött. De mivel nem erről van szó, hanem fennállásának 70. évfordulójáról, ezért azt mondhatjuk, hogy remélhetőleg még nagyon sok-sok évtized áll ezen iskola előtt. Iskola, amely szellemi műhely, amelynek célja a jövő generációjának a
fejlesztése, a tudás, a jellem, az emberi keresztény értékek átadása, elsajátítása és az azok mentén élt élet. A püspök úr nevében, mint a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke és az iskola fenntartója nevében is szeretettel gratulálok az eltelt 70 esztendőhöz. Gratulálok mindazoknak, akik ezt az iskolát az elmúlt években és napjainkban is működtették, működtetik, akik itt nagyon komoly szellemi munkát végeztek, a volt élő és már elhunyt pedagógusok, tanárok, valamint mindazon diákoknak, akik ebben az iskolában tanultak, akik itt formálódtak, itt váltak felnőtt, érett emberekké. Nem az intézményt ünnepeljük, hanem az embert. A fejlődni tudó, fejlődő képes ember előtt hajtunk fejet. Legyenek azok pedagógusok és itt tanuló diákok. Ismerjük a bölcs mondást, miszerint tanítva tanulunk. És ez olyan szép, hogy pedagógus is, diák is ebben az intézményben tanul, fejlődik, napról napra előre halad. Ezt kívánom a továbbiakban is mindazok számára, akik itt élik mindennapjaikat. Pedagógusok, gyerekek, diákok számára, hogy tanulva egymástól tanuljanak, fejlődjenek, előre haladjanak. És befejezésül Reményik Sándor szavaival kívánok további minden szépet és jót ezen intézmény dolgozói és tanulói számára. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Isten éltesse az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnáziumot és annak munkaközösségét, pedagógusait, diákjait. Az ünnepségen felavatták a 70 éves jubileumot megörökítő emléktáblát és az iskola új névtábláját is. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere is elmondta ünnepi gondolatait. Ezt a születésnapi megemlékezést, ünnepet. Mit szoktunk csinálni születésnapon? Jellemzően szép ruhába öltözünk. Kívül belől ünneplőbe öltözünk, és ünnepeljük azt a valakit, vagy ünnepeljük azt a valamit. Szerintem a születés, születésnap, az akkörülű megemlékezés talán az egyik legszebb pillanat a családban is, és akár egy iskola életében is. Látok sok régi diákot. Látok itt sok régi tanárt, pedagógust. Látok olyanokat, akik itt dolgoztak. És mégis most, akik most tanulnak, most tanítanak, most dolgoznak itt, és azok is, akik régebben kötődtek az intézményhez, a mindennapjaikban eljöttünk, hogy ünnepeljünk. Ahogy Imre atya mondta, 70 év, lehet sok is, meg kevés is. Mégis minden esztendőnek, minden születésnapnak fontos üzenete van. Én mindig úgy szoktam bemutatni a kisvárosunkat, hogy az a fajta kisváros vagyunk, ahol van gimnázium és szakközépiskola, általános iskola, óvodák, bölcsödék. Mindig fontos számomra az a fajta megjelenítés, hogy mi igenis az a kisváros vagyunk, ahol van gimnázium és szakközépiskola. A mi gyerekeink és a környékbeliek választhatják ezt is. Azt gondolom, akik itt ülünk,
mindenkinek a családjában, vagy nekem a kollégák közül nagyon-nagyon sokan itt végeztek. És azt gondolom, hogy a gimnázium egy középiskola, nem csak egy épület, nem csak egy tanítási helyszín, az egy érzelmi kötődés is. Egy érzelmi kötődés, ahova tartozok és tartoztam. Ahonnan egyébként nagyon sokáig táplálkozhatom. Ahonnan egyébként olyan ismerősök, barátok, volt osztálytársak vannak szerte a világban, ami életünk végéig összeköt. Mikor a gyerekét az ember útnak bocsátja és középiskolát választ, akkor mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy kikkel jársz együtt, mert az egy életre való kapcsolat kötődést jelent. Az iskola korábbi igazgatója, Ottnégere Anna, Kistelekváros önkormányzata életműdíjban részesítette. Az oklevelet és az Árpád emlékérmet Nagy Sándor polgármester adta át. Végül Lipcsei Imre, főigazgató úr köszöntötte a 70 éves iskolát. Jó lenne egy kicsit iskolába járni, akkor visszafiatalodnánk, de így is nagyon jó ünnepelni ilyen sok fiatal között. Hát nem tudom megmondani a választ, mert mindenki kiválasztja magának. 70 éve ezelőtt nagyot álmodtak itt Kisteleken, és elindították a gimnázium első osztályát, amely felmenő rendszerben szépen kinőtte magát, és a város büszkesége lett, volt, és ahogy polgármesterről elmondta, most is nagyon büszkén tekintenek erre az intézményre. Igen, a gimnázium az fontos egy intézmény, mert emeli a városnak a presztízsét, illetve a képzési palettát is színesíti, több lehetőséget biztosít, el tud indítani a gyerekeket a felnőtté válás útján, illetve megnyithatja a felsőoktatás kapuit is. A pedagógusok folyamatosan figyeltek a kihívásokra, mert a gimnázium fejlődött, és rengeteget változott. Változnia kellett, mert a társadalmi és a oktatáspolitikai kihívások ezt igényelték. Mindig valami újat és újat találtak ki, és a napjainkban is így van, új és új követelményeknek kell megfelelnünk. De a pedagógusok ugye erre nagyon jól tudják a válaszokat megadni. Fontos volt az, hogy a legújabb módszereket próbálták alkalmazni, de nagyon fontos, hogy megtartották az alapvető pedagógiai értékeket. Mindenki most ugye az újításról beszél, hogy innováljunk és újabb dolgot találjunk ki, mert mi lesz a múlvunk, de ha ennek nincs meg az alapja, akkor ez elszáll. Az újítások elszállnak, ha mindig csak az újításokat újítjuk tovább. Fontos, hogy a meglévő, tradicionális, kialakított, megalapozott pedagógiai, szakmai tudást adjuk meg a gyerekeknek. Erre lehet építeni. Erre lehet építeni az új kihívásokat, az új módszereket, az új metodikát, de hogyha alap nélkül próbálunk csak valamit adni, az igen hamar elszáll. Persze ki tudja most megmondani, hogy az itt álló diákoknak 15-20 év múlva milyen tudásra lesz szükségük. Nem nagyon tudjuk, hiszen mondják, hogy a legnépszerűbb 700 szakmából alig 20 fog megmaradni, és ki tudja, hány új fog létrejönni, milyen igényeket fog majd nagy technikai újítás, technikai forradalom hozni az oktatásban is. Erre megadták a választ a pedagógusok, követték az igényeket, de megadták a megfelelő értékeket is. A 70. évfordulóra egy jubileumi könyvvel is készült az intézmény, amely képet ad az elmúlt évtizedek eseményeiről, eredményeiről, az iskola fontosabb mérföldköveiről, egyéniségeiről. A kiadvány Kocsisné Benkő Beáta, az iskola volt tanulója, mutatta be, miközben a diákok kiosztották a jelenlévőknek. Területbejárással egybekötött rendezvényt tartott a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet. Schmidt Alexandra projektmenedzsert kérdeztük a rendezvény részleteiről. A Délgazda mezőgazdasági szaküzlet a burgonyát és zöldségféléket termesztők részére tartott egy területbejárással egybekötött rendezvényt. Szabó Máté gazdaságát tekinthették meg a kilátogatók, ahol Nagy Zoltán összefoglalta a rendezvény célját, témáját és ismertette a technológiákat. Nyilván itt a fenntarthatóság mit is jelent ez? Ugye mindenki a magánéletben és főleg a vállalkozásban azért látja, hogy milyen kritériumoknak kell 2023-ban megfelelni. Napelem, elektromos autók, stb., de itt a szakmán belül mind a növényvédelem, Sipos József ugye arról fog beszélni, növényvédelemmel kapcsolatban mennyi hatóanyagot vontak ki, hogy lehetne hatékonyan folytatni a növényvédelmet, mind
ugye a burgonya nemesítés kapcsán az új fajták hogy tudják megállni a klímaváltozás hatásait, hogy tudnak alkalmazkodni a növények a klímaváltozás hatásaihoz. Na most, ami úgymond a mi szakterületünk, a tápanyag utánpótlás, itt is a közeljövőben egy forduló ponthoz fogunk érni, úgy, mint a növényvédelemben. Ugye a műtrágya hatóanyag kijuttatás és a műtrágya miensége már uniós előterjesztésen van, pessimista jóslatok szerint 25, optimista jóslatok szerint, ugye ezt gazdálkodói szemszögből nézve, 28-tól a talajra kijuttatva csak és kizárólag inhibitoros, biológiai védelemmel ellátott műtrágyákat lehet majd kijuttatni. És ugye azt már látjuk falugazdásznál, ahogy beadjuk a földalapú kérelmet, illetve pályázatoknál is, hogy milyen kritériumok vannak, ugye most januárig permetezési naplót fel kell tölteni, illetve a gazdálkodási naplóba a műtrágya felhasználást is fel kell tüntetni. Már nyilván aki tölti a gazdálkodási naplót, és ezt szigorúan fogják a későbbiekben nézni. Nyilván itt a nitrátérzékeny területektől elkezdve az erózió veszélyeztetett területekig, gyakorlatilag szinte nem gazdálkodunk olyan területen, ami nem kerül valami besorolás alá. És ezért fontos az, hogy hatékony és olyan műtrágyákat juttassunk ki, amik megfelelőek az uniós előírásoknak is. Most itt jelen területen, ugye a Fertinagro Biotech egy spanyolországi műtrágyagyár, 176 levédett új technológiával rendelkezik, mely gyakorlatilag előrevetíti a későbbi uniós jogszabályokat, tehát hogy ezt be tudjuk majd tartani, és az a cél, hogy ezzel addig, ameddig ezt behozzák, megtanuljunk hatékonyan gazdálkodni. És hogy kicsit lényegre törő is legyek, ne húzzam nagyon a szót, azért hirdettük meg ide a területre az első számú helyszínt, hogy ne csak az legyen, hogy felvetítjük a kivetítőn, hogy fényképek alapján, hogy na, ezen a területen ez volt, és a gazda esetleg ezt mondta, vagy ez a tapasztalata, hanem akkor jöjjünk ki, nézzük meg. Máté gazdálkodó, ő el tudja mondani, mit, milyen technológiával csinált, és hogy mi a tapasztalata erről. Feltennék egy nem költői kérdést, úgyhogy bátran lehet erre válaszolni, várom mindenkinek a válaszát, hogy ami a citrus zászlótól tart egészen a fasorig, erre a területre lett kiszorva a Duraszop 10-10-17-es műtrágya, a másik terület pedig, ahogy ugye Mátéval is beszéltük, az ISC technológia, tehát így szoktuk csinálni technológiát, alkalmazták, a jó bevált technológiát, és feltenném a kérdést, hogy önök szerint a két terület között mi a különbség? Csak őszintén. A szél az másik fajta. Ja, hát a szél azok másik fajta, itt meg ugye, ne a szélét nézzük. Hát akkor elmondom én semmi. De gyakorlatilag nem semmi, mert erre a területre 600 kilométrágyát szórtunk ki, a túlsó területre pedig 12 mázsát. Ez annyit jelent, hogy egész pontosan 200 ezer forint a két tábla közötti technológiai különbség forintálisan. És itt még nem egy komplett Fertinagro burgonya technológiát alkalmaztunk, csak egy fajta összetételt, a Duraszop 10-10-17-es műtrágyát, mely inhibitoros védelemmel ellátott 2-4 hónapos hatástartamú műtrágya. Tehát a optimális esetben a burgonya tenyészideje alatt folyamatosan hozzá tud jutni a növény a szükséges tápelemekhez. Mikroelemsorral ellátott az összes műtrágyánk, szintén azok is védelemmel vannak ellátva, illetve amit még ehhez hozzáfűznék, gazdálkodó ugye pétisót is szórt a területre, ugye a pétisót is ki tudjuk váltani, 300 kg pétisót, 100 kg duramon nitrocinkkel. Ez is egy védett nitrogén, melyet nitrátérzékeny területeken is gazdálkodási naplóba be lehet vezetni, mert úgymond a jogszabálynak megfelel. Majd Szabó Máté tapasztalatait mondta el. Technológiai különbségek a két kijuttatásban nem voltak egyébként, mert
annyi fönnakadásunk volt, hogy amikor Zoli szólt, hogy ezt megcsináljuk, akkor már kész volt a talaj, akkor nem tudtam alaptrágyaként rászórni. Ezért vetés után sorra húztuk rá a műtrágyát sorközművelővel. Utána ez csak a felét, 300 kg per hektár. Nem tudtam egyébként pontosan, hogy tényleg mennyire lesz lassú, és akkor nem akartam egy adagba még az elején kiadni, de szerintem simán oda lehetett volna neki szórni. 300 kilót kapott ugye, tehát összesen a fél hektár, ugye már a 600 kg per hektáros dózissal, és akkor először 150 kg, 150 kg, a másik 150 kg az töltésnél kapta meg, amikor már a sorzáródás kezdődött, akkor egy bakháttöltést csináltunk ugyanúgy kultivátorral, akkor lettek kész ezek a végleges bakhátak, és a péti sót azt még ezt megelőzően kellett rászórni, ez már a megszokásból volt, hogy legyen neki nitrogén, ugye, de a péti sóval egyébként is hadilábon állunk, mert az ára az nagyon instabil a piacon, össze-vissza van, és nem azért, hogy mi olyan nagyon sokat használunk, de tényleg folyamatosan változik az ára, meg az, hogy nagyon gyenge a hasznosulása, és azt azért majd ki akarjuk váltani ezzel a nitrocinkkel, amit Zoliék javasoltak. Egyéb tápanyag utánpótlási problémánk az nem volt végig tökéletesen ezzel bírta, mert a másik oldalon, ott meg ugye a hektárdózist, ha nézzük, lényegesen többet szórtunk rá, és itt ugye a költségmegtakarítás, ami látszik ebbe a súlykülönbségbe. Tehát nagyon az állományban különbség nincs, a szárát tekintve. A gumót még nem tudjuk, mert még csak 60 napos az állomány éppen, tehát 90 napra szoktuk ásni, nagyjából úgy október végén. Úgyhogy azt még majd meg kell várjuk, most még nem nagyon találnánk alatta olyan komolyabb méreteket, csak amit itt az asztalon példának ástunk föl. Úgyhogy nagy vonalakban a tápanyagról ennyi. A burgonyavésszel viszont már küzdöttünk a táblán, azt meg ugye az időjárás miatt. Egy újabb rendezvényt tartott a Délgazdamezőgazdasági Szaküzlet. Erről kérdezzük Schmidt Alexandra projektmenedzsert. Köszöntelek, kicsit beszélünk erről a rendezvényről, miről is szólt pontosan. Én is köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Valóban október elején a Délgazdamezőgazdasági Szaküzlet a Seed Plus Kft-vel közös szervezésben egy burgonya terület bejárással egybekötött rendezvényt tartott, melynek keretében egy spanyolországi műtrágyagyártó cég burgonya technológiái kerültek előtérbe. Olyan burgonya technológiákat mutattunk be, amelyek a lombon keresztüli tápanyag utánpótlásra, illetve a hiánytünetek kezelésére nyújtanak korszerű, költséghatékony és innovatív megoldásokat. A bemutatott lassú, lebomlású, inhibítoros alap- és fejtrágyák a gazdálkodásban minimális környezetterhelést jelentenek, így a rendezvényen a környezetvédelem mellett a fenntarthatóság is középpontba került. Milyen programok is voltak ezen a napon? Kicsit foglaljuk össze ezt is. A rendezvénynek két helyszíne volt. A rendezvény első helyszínének egy Kistelek határában gazdálkodó termelő adott helyet, ahol az ő burgonya ültetvényét tekinthettük meg, és az ott alkalmazott technológiát láthattuk, vizsgálhattuk. Ezután Kisteleken a belvárosi étteremben mentünk át együtt, ahol viszont a szakma kiváló képviselői tartottak a burgonya termesztéssel kapcsolatos témákban különböző előadásokat, és nagy öröm volt számunkra, hogy a Keszthelyi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem burgonya kutató állomásának vezetője, professzor dr. Polgár Zsolt is elfogadta a meghívásunkat, és előadást tartott az érdeklődőknek. Ezen kívül Sípos József növényorvos és a Seed Plus Kft. Is prezentált, amelyet egy vacsorával zártunk. Mit tudhatunk erről, mennyire volt nagy az érdeklődés, mint a bejárással kapcsolatban, mint pedig az előadásokkal kapcsolatban? Azért azt tudni kell, ugye, hogy október elején még javában zajlanak a mezőgazdasági munkálatok, ugye a gazdák a piacokra készülnek, viszont ennek ellenére is közel 70 résztvevő volt a rendezvényen, ami így igazán sikeresnek volt mondható, és biztosan fogunk a jövőben is ilyen rendezvényeket szervezni, amelyre persze az érdeklődőket szeretettel várjuk.
Október 27-én délután egy rövid ideig tartó, de erős viharos széllökéssel járó zivatarzóna ért el Csongrád-Csanád vármegye szinte teljes területét. 15 óra 22 perckor érkezett a legelső lakossági bejelentés Kistelekről a szegedi főügyeletre. Ezt rövid időn belül több mint 100 segélyhívás követte. Összesen 140 jelzést fogadtak a szegedi főügyelet munkatársai, ebből mintegy 90 helyszínen kellett beavatkozást végezniük a vármegye hivatásos és önkéntes egységeinek. 16 településről jelezték a lakosok, hogy kidőlt fák, lehasadt faágak veszélyeztetik a forgalmat. 23 lakóházban és 3 közintézményben okozott károkat a vihar. Felgyőn, Kisteleken és Algyőn. Rongálódott meg az ottani általános iskola vetőszerkezete. Október 29-én vasárnap két műszaki mentéshez riasztották a Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltókat. Kistelek városában, a Rákóczi utcában és a Remény utcában is a kidőlt fák veszélyeztették a forgalmat. A kisteleki hivatásos, valamint a szegedi és a kisteleki önkéntes egységek végezték el a műszaki mentést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés egyik helyen sem történt. A forgalom rövid időn belül helyreállt az érintett útszakaszon.